A szervezők szerint a létszám az eddigiek közül a tegnapi szakmai napon volt a legnagyobb. Több mint 170-en vettek részt. Ez azt mutatja, hogy nagy az érdeklődés a játék, az élmény és kaland pedagógia iránt. A tananyaghoz is kapcsolható a játék. De nem az egyetlen hozadéka az, hogy az adott tantárgyból érdekesebb lesz a tananyag, motiváltabb lesz a gyerek, és sokkal inkább szereti majd a tantárgyat. Hazamegy és esetleg szívesebben tanul, szívesebben csinál meg a házi feladatot, utána olvas az interneten, hanem az is, amit még így mellette a szociális kompetenciál, hogy fejlődnek. Nagyon szépen meg lehet oldani ezekkel a játékokkal, mert élvezik is, és a nevüket is megtanulják. A szakmai napon probléma megoldó helyzetekről is szó volt. Maga a foglalkozás így alapvetően arról szólt, hogy az iskolai környezetben az erőszak, erőszak hol jelenik, meg mikor, milyen szereplőkkel, milyen módon, és hogy mindezekre hogyan tudunk olyan foglalkozásokkal, játékokkal reagálni, milyen kompetenciákat kell ahhoz fejleszteni, hogy egyébként az erőszak így kvázi kicsit eltűnjön így az iskolánkból. A motiváló gyakorlatok, játékok a jelenlévők szerint alkalmazhatók általános és középiskolások esetében is. A legtöbb esetben pusztán csak az történik, hogy átadunk információt, és ezzel gyakorlatilag beértük azzal, hogy véget ért az óra, mi letettük a dolgunkat, és tovább lépünk. Míg a diákoknak arról van a szükségük, hogy egyébként emberként kezeljük őket, és ugyanakkor tele vannak szenvedéllyel, tele vannak érzékkel, tele vannak dinamikával, ezt kell kihasználni, kiaknázni belőlük. A csapatépítés nagyon fontos, mert nagyon-nagyon sok olyan feladat van az életben, amit nem önmagunknak kell megoldani, hanem olyan emberekkel, akikbe bízunk. A szakmai napot ezúttal a Szabadkai gróf Széchenyi István általános iskolában tartották meg.